This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run. Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. They're going to wave him around. The throw misses a cutoff man. Shoved into the plate. Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. They're chanting Paul O'Neill's name. There's still 6 outs to go. Sean pops it up. He ran right into the oh, what a catch! And what a play by Jorge Posada with his bare hand. That was unbelievable. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, Kiermaier, turning, looking, see ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at-bats. Can you believe it? The drive in the left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park, all the way out. Rivera sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win, and it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes, and the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate, and now he dives into the stone. The Yankees win it 6-5. Ball game over. American League Championship Series over. Yankees win. Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Háza podcastjének a 81. adása. A mikrofonok mögött ezúttal ketten vagyunk B-vel. Szia B! Sziasztok! Így csak köszöntem még be. Köszöntünk be. Igen, ez a 81. adásunk, és ezúttal DS nélkül. Éppen valahol kóricál, úgyhogy lehet, hogy még beérkezik, de megint arra van a nagyobb esély, hogy nem. Ezt az adást ezúttal a 81-es Yankees World Series csapatának ajánljuk. Ugyan nem nyertek bajnokságot akkor a srácok, de mégiscsak egy World Series szereplés volt abban az évben, úgyhogy a 81-es év ezúttal nekik, vagy a 81-es szám ezúttal nekik dukál. Jó lenne idén megrendezni ennek a visszavágója, Dodgers Yankees. Természetesen. Eljutunk a 2022... Na, várjál, nem. Ez a baj, ez túl nagy szám, hogyha egymás mellé rakom. Igen. De tényleg, ide hogy? A 22-ig átforgunk? Vagy? Tudom, hogy 100 fölött már kinek fogjuk ajánlgatni, mert kifogyunk a messzámokból. Majd lehet, majd megint előről kezdjük. Ja, igen. Az meg már unalmas lesz. No de lám, ezúttal is készültünk nektek hírekkel, heti statisztikákkal, érdekességekkel, az elmúlt hét történéseivel. Úgyhogy csapjunk is bele, mert elkezdődött a rájátszás, volt itt karrierdöntögetés, minden volt itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy lássuk, hogy mik történtek az elmúlt meccseken, amióta nem voltunk. Bizony, most van időnk kicsit visszatekinteni az alapszakasz utolsó másfél-két hetére, mert ugye várjuk a wildcard kör végét. És a legutóbbi részben ott fejeztük be, hogy a Red Sox-szal játszottunk egy 4 meccses szériát, az első 3 meccset megnyertük, és a 4. meccset már ugye vasárnap éjszaka játszották, vagy hát vasárnap hajnalban magyar idő szerint, az előtt vettük fel az adást, szóval a 4. meccsen is sikerült győzni, és ezzel söpörtük a Red Sox-ot. Az a meccs, ez csak egy 6 inninges meccs volt, a heves esőzés miatt félbeszakadt, szóval 2-0-ra nyertünk, ami a kicsit negatív ebben az egészben, hogy pont akkor fújták le a meccset, amikor Aaron Judge következett volna ütésben. Tehát ez van, a győzelem volt a lényeg. Ugye a Red Sox jobban örülhetett annak talán, hogy lefújták a meccset, és Judge-ot megúszták. Cortest kell kiemelni erről az ütközetről, nagyon nagy napot fogott ki, 1 ütést engedett 6 játékrész alatt, és mindössze 2 sétát engedélyezett. A pontjainkat pedig Clutch Trevinónak köszönhetjük, aki 2 kiesénél ütött egy RBI szimplát. Szerintem pont a pultadásban említettük, hogy nagyon jó kis ütőátlaggal üt, amikor pontszerző pozícióban van csapattárs. A második pontunk pedig hát a szokásos Red Sox kabarénak köszönhetjük. Right fielden Rob Snyder felé szállt egy fly, egy nagyon-nagyon könnyű fly, utána csukott szemmel is 10-ből 9-szer elkapja, na most nem. Tényleg arcon, vállon találta a labda, mellé nyúlt, és abból bejött a második pontunk. Judge pedig mindössze 1 duplát vágott ezen a meccsen, úgyhogy maradt 60 home runon. Nyomott egy gulácsit így a régi szép idők emlékére. Aztán következett egy Toronto Blue Jays elleni széria, ami végül 2-1-es Yankees széria győzelmet hozott. Az első meccs az egy hosszú meccsre alakult, ugyanis 10 inningig tartott, a vége pedig sajnos egy 2-3-as vereség lett, és már a második inningben 2-0-ra vezettünk itt Torres sackflynak és egy IKF hazafutásnak köszönhetően, de Teoscar Hernández egy lengetéssel egyenlített, telebázisoknál ütött duplát úgy, hogy a labdakerítés legtetejéről pattant vissza, a Severino ezzel megúszta a nagy bajt ugyan, de csak 4 játékrész dobott le, a statisztikái pedig úgy néztek ki, hogy 4 játékrész alatt 3 találat, 2 earned run, 3 séta és 4K, viszont a bullpenek szinte érintetlenek voltak. Mi például Gaussman után tudtunk ütést, után nem tudtunk ütést szerezni, de a 10. tetején így is megtöltöttük a bázisokat, de pontot nem szereztünk. Ellenben Vlad Guerrero Jr. megnyerte egy szimplával a meccset a Jaysnek, úgyhogy 2-3 lett a vége a 10. inningben, de itt a széria nem ért véget szerencsére, ugyanis folytatódott a második mérkőzéssel, ahol is Taillon állt a dombon, egy 5-2-es győzelmet sikerült azon a meccsen összehozni a csapatnak. Taillon nagy király volt, pörgette nagyon a startját, 7 inninget és 1 kiejtést csinált meg, 7 találattal, 2 earned runnal, 6K-val, és ezzel a győzelemmel egyébként be is biztosítottuk az AL East első helyét, viszont továbbra is várni kellett Judge rekorddöntésére, ezen a meccsen 4-szer sétáltatták, ütésben Higashioka és Torres vitték lábukon a csapat, illetve hátukon a csapatot, mindketten 3-3 találatot értek el, Torres például 3 RBI-jal zárt a végén. Most olvastam egy cikket, mert egy nagyon feltűnt az utolsó hetekből, hogy Higashiokának nagyon jó meccsei voltak, még lesz még róla szó. Úgyhogy valahogy ugye ő a szezon statisztika, ez rettenetesen trágya, de ugye a szezon második felében majdnem 300-zal ütöttem, úgy most láttam. Csak tartson ki a rájátszásra, és a jó széria. A mikrofonnál DS. Jó napot! Szia, igen, most már felosztottuk, most már csak megfigyelünk. Nem baj, csak beköszönni jöttem. Majd maximum a farmnál majd egy kicsit beszállok majd. Jó, mondjátok igen, csak, jó, bocsánat. Úgyis belenézzünk a playoff-a, mit várunk a csapattól. Úgyhogy jó, király. Mert lesznek egy kedvenc előadóidról is szók, majd figyelj. Győzzem kivárni. Na szóval, Taillon és a második meccs ugye 5-2-re végződött. Aztán folytatódott a harmadik meccsel a széria, és egy 61. hazafutással, tehát megszületett a rekordbeállítás Aaron Judge-nak, aki a 7. inningben megütötte az éjjel home run rekordot beállító hazafutását. Roger Maris Jr. nagyon szimpatikusan nyilatkozott erről. Cole lehozott 6 inninget és 1 játékrészt, 3 feladott ponttal, és egy feladott homérral egyébként, és még a szériát is megnyertük ezzel a győzelemmel, tehát 8-3 volt a széria záró. Roger Maris Jr. azt később emlegetjük még? Nem, igazából valami olyasmi rémlik nekem, hogy ön azt mondta, hogy neki a Judge megüti a 62-t, akkor az lesz az MLB rekord, és tisztán éri el ez Judge, ugye pont McGwire, meg Sammy Sosa körüllengi a doppingőket, a Judge-ot nem, még zárójában, hogy nekem az nagyon szimpi volt, amit mondott Roger Maris. Meg gondolom, azt hiszem, írtam is valamikor egy olyan hősöm, hogy ott lehetett 2 hetet gyakorlatilag. Szarabbnál szarabb meccseket nézett végig. Egyébként... várt, hogy már legyen már meg, és még mindig nincs meg, és be is találták őt nagyon sokan egyébként, ugye ő Twitteren is folyamatosan hangoztatta ezt, hogy szerinte Judge a csúcstartó most már, és ugye hát kapásból ez nagyon sokaknak nem tetszett. És akkor fölhoztak olyan képeket, amikor ugye McGwire megdöntötte a 61-et, és akkor ugye ők akkor is ott voltak, így a Maris család, és akkor ott is McGwire kiment, megölelte őket, mit tudom én, és hogy egy kicsit ez olyan hipokratikus, hogy akkor ott ölelgette őket, most meg már ennyire ellenük van, de írták is utána válaszként, hogy akkor még nyilván tudták, de nem volt egyértelműsítve és kimondva, hogy ők cuccolnak. Tehát az 2003-ban jött ki ugye a Mitchell Report, de akkor kezdték el pedzegetni ezt a pedes témát, tehát így a 98-ban még így egyáltalán nem volt arról szó, hogy A. ők doppingolnak, B. hogy ezzel lenne bármi probléma. Tehát egy kicsit így visszanyalt a fagyi azoknak, akik fanyalogtak Marisnek a hozzászólásain. Klasszikus, tudtam, csak nem sejtettem. De igen, hát most ránézel egy Mark McGwire-re, érted, vagy egy Jason Giambi-ra, és így, hát mit eszel, milyen az étrendet, hogy ekkora izékarjaid vannak, haver. De tehát egyértelmű, nyilván. Igen. De akkoriban még ez, tehát abszolút 98-ban még évekre voltunk attól, hogy ebből bármilyen botrány kibukott volna. Hát meg akkor ilyen hurrá optimizmus volt, nem, hogy így tényleg hát nagyon nagy nézettséget hozott akkor a baseballnak ez, hogy ütötték a homranokat, ugye Sosa is, meg McGwire is, meg Bonds utána. Én is pont valahol olvastam, hogy oké, hogy Judge megütötte a 62-t, de azért még mindig ott van a Barry-Bonds vonal. Hát most én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én úgy vagyok vele, hogy az AL rekord az most már Judge-é. Nyilván, amíg nem törlik a... nem szarja le, tudjuk. Így van. Igen, köszönöm szépen. De amúgy meg, tehát most én nem látom azt értelmét annak, hogy ezek a játékosok, akik akkor ugye szteroid használattal ilyen jól szerepeltek, azok miért vannak most meghurcolva azóta is. Pontosan ezért, mert akkor ez egy tök elfogadott volt, és mindenki a seggét a földhöz verte, hogy hú, mekkora homranokat ütnek. Akkor most így évekkel később egy ekkora dolog kibukott belőle, a dobok is ugyanúgy cuccoltak, tehát igazából... Ugyanúgy ki kell ütni attól még, hogy igen. Erősebb leszel, persze. Attól, hogy a szemkész koordinációd, az nem változik attól, hogy erősebb vagy, tehát... Én azt gondolom, hogy ez a vonal is az volt már, mint hogy ez a szám is az volt, amit sokáig azt gondoltuk, hogy nem lehet elérni, meg sokáig azt gondoltuk, hogy az lehetetlen. Máskor, más szellemiség, más közeg, teljesen más éra. Én azt gondolom, hogy a 90-es éveket teljesen nem lehet, totálisan nem lehet összehasonlítani ezekkel az évekkel. Tényleg egy teljesen más korszak volt, más szabályozásokkal, már mind a játékosok kultúrája más volt már, hogyha volt nekik éppen akkor. De én azt gondolom, hogy ez teljesen összehasonlíthatatlan. Ahogy nyilván nem hasonlítasz össze egy Babe Ruth érát egy Aaron Judge érával, mert lehetetlen. Pedig nagyon sokan szeretik pedig összehasonlítani. Igen. De lehetetlen. Tehát ugyanez a dobófronton is, ugyanez az ütőfronton is, védekező minden fronton. Lehetetlen. totálisan más. És ez egyébként igaz, nagyon sok másik sportra is, hanem az összesre. Igen, meg tehát, hogy aki, ugye sokan azzal jönnek, hogy hát persze Babe Ruth korában ilyen 70 mérföldekkel dobtak a dobók, meg hogy ízi, az könnyű kiütni, meg egyebek, de érted, tehát hogyha csak a tiszta, szimpla tehetséget nézzük most, hogyha egy olyan szintű tehetséget, mint ami egy Babe Ruth vagy egy Lou Gehrig volt, beraksz a mai korba, és a mai táplálkozási tanácsadókkal, a mai edzőprogramokkal, a mai minden modern dologgal, amivel a mostani játékosok rendelkeznek, kurvára ugyanilyen különbség lenne egy Lou Gehrig meg egy átlag Jancsi között a mostani ligában. Meg egy Babe Ruth között. A többieknek is ugyanazzal a sebességgel dobtak. Ez meg a másik. Ez meg a másik, hogy ott abban a korban ugyanúgy nyilván a feketék integrációjával azzal csúsztak, de a világ kvázi legjobb játékosai játszottak akkor is ott, és most is. Tehát... Összehasonlítatlan. Persze. De hát ez még csak a 61. volt, gyerekek, meg majd már rekordról beszélünk. Igen, ez lehet, hogy meg se született, nem? Tehát én nem emlékszem, hogy megszületett volna. Na, menjünk tovább, Blue Jays. Várj, picit. Ja, igen, most jön még az utolsó meccs a Blue Jays-ban? Hát, Blue Jays még csak most, ja nem, azt már mondtam. Orioles. Bejöttél, és már megkavartad a rendszerem. Ennyi, személyes varázsom. Átok inkább, az nem varázs. Blue Jays szériával kapcsolatban nekem az volt a kedvenc részem, hogy az első meccset ugye nagy nehezen nyögvennyelve behúzták, és ugye Vlad Junior meg ott ordított, hogy this is our house, this is my house, és a következő két meccset meg behúztuk úgy, hogy az elsővel megnyertük a csoportot, a másodikkal meg Judge megütötte a 61. homerát. Köszi a vendéglátást, Vlad. Nagyon szépen köszönjük. Jöttek is a mémek, hogy köszi ezt az épületet. Igen, köszönjük szépen. Másrészt meg a Seattle is egyelőre nagyon szépen köszöni. De ez erről majd később. Egy horror movie lesz az. Az idei Blue Jays a végén. Igen, tavaly volt a trailer. Ez meg a film. Hát, eddig vígjáték gyanús. Most de az kezdődik, a csupasz pisztolyféle. Most kezdődik a második meccsük, hát látjuk. Igen. Na, Orioles már itt most már felbontottad nagyon a rendszerünket. Igen, ugye hazautaztunk az Orioles elleni 3 meccses szériára, hogy az utolsó hazai széria a Bronxban. Mindenki dörzsölte a tenyerét, hogy Judge otthon ütheti meg a rekordot jelentő homránt. Aztán ez nem igazán jött össze ezen a 3 meccsen, és már eléggé ilyen visszafogottan szerepeltek a fiúk, hogyha szépen akarok fogalmazni. Az első meccs az talán a szezon egyik legrosszabb, legunalmasabb meccse volt. 2-1-es vereséget szenvedtünk. Igazából én azt mondom, hogy jó fejek is voltunk, mert életben tartottuk az Orioles playoff esélyét egy órácskára. Ez is egy nézőpont, igen. De aznap este kicsit később a Mariners bebiztosította a rájátszást, és így meglett az egész éjjelnek a playoff, az összes playoff hely elkelt, az Orioles hiába nyert ellenünk, végül nem jutottak be a rájátszásba. Mi ütésben egy Osvaldo Cabrera hazafutást tudtunk felmutatni, de ahogy Ádám fogalmazott ilyen kis hangeri chatben, ugye annyira volt izgalmas ez a meccs, mint ahogy nézett, hogy megszárad a festék a falon. Ez tökéletesen leírta ezt a mérkőzést. Ugye szokásos péntek hajnali fennmaradásom. Judge miatt minden péntekit megnéztem, és teljesen volt. Nem. Ez elég egyértelmű volt. Igen, nem is tudom, hogy hányszor volt már, hogy na most meg fogja ütni, ha ittam a kávét, már éjfélkor, egykor, hogy ébren maradjak, de nem ütötte meg egyik pénteken se, de mindegy. A második meccsen viszont Nestor Cortes kezdett, ugye automatikusan győzelmet jelent, 8-0-ra nyertünk, ugye a fiúk dobtak egy csontot a nézőknek, még egy utolsó jó játékot a hazai pályán bemutattunk, Nestor feltette a koronát egész éves teljesítményére, 7 inninget és egy kiejtést csinált, meg engedett egy ütést, meg 2 sétát, és 12 kát osztott ki. Az ütősor pedig 14 base hittel terhelte meg az Orioles-t, közte Higashioka és Stanton ütött hazafutást. Higashioka megint 3 ütést ért el, és 5 játékosunknak volt 2-2 base hitje. Higashioka itt nagyon megrántotta a végét, nem akarja, hogy kivágják a mint macskát. Illetve szapni, nem is tudom már kisipolni saját magamat. A harmadik meccsen ugye már mindenki nagyon várta, hogy Judge végre üsse már meg a 62-et, utolsó hazai mérkőzés, de 3-1-es vereséget szenvedtünk. Narrátor annyira minden... nem ütötte meg. Nem ütötte meg. És annyira mindegy volt már ez a meccs, hogy Chichi Gonzálezt állította föl a szakvezetés a dombra. Ki a fasz? Ja, tudom, csak egy... ezt így MLB írekben, vagy MLB szinten még nem hallottam. Hát igen, nálunk volt AAA-ben egy hónapja, két hónapja igazoltuk, és megpörgették a random kereket Boonék, és ezt dobta ki, akit egyébként az elején szét is ütött az Orioles, talán csak egy pont, vagy kettő jött be belőle, én így fogtam a fejemet, hogy ebből mi lesz ebből a startból, aztán nagyon, nagyon szépen összekapta magát, majdnem 5 inninget végig dobott. Teljesen korrekt start volt, főleg így beugróként. Igen. Az ütősor az már leutazott Texasba fejben, 4 base hitet szereztünk, de úgy így is lett volna esély nyerni, de hát Chapman összebénázott még 2 pontot az Oriolesnak, 7-ben egy infield szimplát és 3 sétát engedélyezett, de le kellett cserélni, és Marinaccio adott fel egy sac flyt, így lett 3-1 vége az Oriolesnak. Aztán mentünk Texasba. És itt minden a végére maradt, még az is, hogy a 100 győzelmet ne érjük el, ugyanis 2-2 lett a széria vége. Az első meccs 3-1-es győzelmet hozott a Yankeesnek, Marvin González és Stanton hazafutásokat ütöttek a 8. inningben, de közte Judge, hát szar kimondani, meg tegyük idézőjelbe azért, de természetesen nem volt a hárvágók között. Sőt, egy gigantes strikeoutot kapott itt a két román között. Egyébként ez az volt a snuszpoén benne. Marvin kiizmozza valahogy éppen, Judge kap egy hatalmas Stanton, meg így rálegint az első jó dobásra, és így a 50. sorba kivágja kávé. Ja, Arlingtonig, vagy nem, mert Arlingtonban van a stadion, a Dallas. Hát átütötte a másik stadionba. Ja, igen. A meccs hőse viszont Severino volt, aki 7 játékrész alatt nem engedett ütést, úgyhogy hozott egy no-hittert ez alatt. Ki is volt akadva egyébként, hogy lecserélte őt Boone, de hát elég sok dobásnál tartott, már szerencsétlen aztán. Nem, meg azért playoffra legyen jó. Igen, hát azért nem ismerték meg kockáztatni. Nagyon nem nézett rá Boone-ra konkrétan, amikor mondta neki a kispadon, hogy te már nem mész ki a 8-ra. Severino nem volt hajlandó ránézni. De egyébként... No habla inglés. De egyébként az volt a vicces, hogy utána kérdezték őt, hogy szerinted be tudtad volna fejezni a no-hitet? Persze, 1000%, így ennyivel oltotta őket, ez kérdés nélkül. Ja, és hát a következő 2 mérkőzés, ez egy dupla fejű volt Texasban. Annak az első mérkőzésén nyertünk 5-4-re. Oswald Pereza megütötte karrierje első hazafutását, de Homért vágott Oswaldo Cabrera is, és fényt kapott Higashioka is. Judge Homért ugyan nem ütött, de legalább ő volt a győztes pontunk. Béder hozta be a 8. tetején egy szimplával, úgyhogy Béder is ébredezik, meg a fiataljaink továbbra is abszolút masszívak, meg én azt gondolom, hogy fényes jövő vár rájuk. Így lett 5-4 a második találkozón, és hát a dupla fejű folytatódott a harmadik meccsel, ott sajnos már beleszaladtunk az első pofonba a szériában, ami egy 2-3-as vereség lett. Na most én mondom azt, hogyha ez összehozunk nagy nehezen, akkor 100 győzelem, na mindegy, ezt elengedem. A duplafejű második meccsén aztán megszületett az, amire már mindenki várt, hetek óta szerintem. Aaron Judge megszerezte a 62. homerunját a szezonban, és ezzel ő lett az American League-nek az új csúcstartója. Ugye Roger Maristől vette át ezt a stafétát, mint azt már elmondtuk, és Roger Maris Jr. is köszöntötte őt a stadionba, hát le a kalappal egyébként az öreg előtt, tehát hogy minden meccsre elmenni tényleg heteken keresztül. És hát ez rögtön az elsőben volt, úgyhogy alapvetően egy jó hangot adott már a találkozónak az, hogy egy rekordbeállítással indult, azonban a folytatás az annyira nem sikerült, még hogyha Stanton ütött is egy szóló homerant, mert ebben a 2 dologban megállt az offense ezen a találkozón. Cole kiosztott 9K-t a meccsen, végül ő is rekordot döntött, ugye K-számokban, de szerintem még erről is beszélünk, sőt egészen biztosan. És a csapat mezében kiosztott legtöbb strikeout rekordja lett ezzel az övé. A negyedik meccsen aztán 2-4-es vereségbe szaladtunk bele, úgyhogy tényleg nem lett meg a 100 győzelem, még aki bizakodott benne esetleg, hogy hazudok, nem hazudok. Elveszítettük az alapszakasz utolsó meccsét, 99 győzelemmel végeztünk így, a csapat nem nagyon erőltette meg magát, csak a kecsöröknek volt jó napja, a Higgy RBI, Severino pedig egy szólóhomért ragasztott föl a táblára, úgyhogy 2-4 lett így a vége, úgyhogy lezárult az alapszakasz, ez volt az utolsó meccs a 2022-es szezonban. Így vágunk neki a postseasonnek, ami már egyébként zajlik is, és figyelemmel kísérjük mi is a háttérben. Hosszú volt, sajnos nem lett meg a 100 győzelem, viszont láttunk rengeteg nagy homerunt, rengeteg nagy statisztikát, egyéni teljesítményeket, két nagy, vagy több nagy rekordot is, itt ugye most elsősorban Judge-ra és Cole-ra gondolok, úgyhogy azt gondolom, hogy egy emlékezetes szezon volt, és mindenképpen olyan, ami a törikönyvekbe bekerülhet a baseball nagy történelmében. Meg ugye a lelkünknek talán kicsit jó is volt, hogy ez egy olyan szezon, hogy nem kellett szétizgulni magunkat a playoffért. Tehát augusztusban volt ez a megborulás, tehát július közepétől, de összességében azért volt egy pillanat, amikor a Rays 4 meccsre volt, mert 3-ra is feljöttek, és 3,5 volt az. 3,5 szerintem is, igen. Igen, és utána visszatornáztuk azt az egészet, szóval egészen nyugodt kis alapszakaszunk volt, mondjuk a tavalyihoz képest. Igen, azt azért mondjuk el, hogy az AL East-nak a vége az úgy néz ki, hogy New York Yankees 99-63, ugye egy győzelemvereség, Toronto 92-70, 7 meccses lemaradást jelent, aztán a harmadik a Tampa Bay Rays 86-76-tal, ez már 13 meccses lemaradás hozzánk képest. A negyedik a Baltimore Orioles lett, ők is ki tudja hány év után lettek újra pozitív mérlegűek, 83-79-el, 16 meccses lemaradásban, és az utolsó csapat, a Boston Red Sox, bocsánat, az a frányategi, 78-84-jel, 21 meccses lemaradásban. Legszebb bölöm a káröröm, szokták volna azt mondani, és milyen igaz? Akkor ide bedobhatod azt a képet, amit találtál, Mike, hogy nem is tudom melyik év óta AL East utolsó helyezett csapat. Igen. Most zavarba hoztam egy kis türelmet. Meg vagyok 2012 óta. Utolsó helyezettek az AL Eastben, Yankees 0-szor, Tampa Bay Rays 1-szer, Blue Jays 1-szer, Orioles 4-szer, Red Sox 5-szer. Nice. Ez kis számmisztika egyébként, az megvan, hogy amikor ugye Judge megütötte a rekordot jelentő home run, ott azon a meccsen kikaptunk, és azzal a szezon átlagunk 99-62 lett, amikor a 99-es megütötte a 62. homert. Ja, igen. Biztos így van. Nice. Ez nekem én tökre bírom ezeket a ilyen számmisztikus dolgokat. Nagyon király. Igen, ezt tovább is fejlesztetted, hogy a 10-ből 1 az 9. Vász, igen, azt nem emlékszem. Igen. Még egy dolgot földobnék, mert akkor a korrektség jegyében mondjuk el azt is, hogy mi lett a többinek a vége is. Minek? Hát a korrektség jegyében, és azért, mert te hirtelen beletrapoltál ide mindennek a közepébe. Ilyen korrekt gyerekek vagyunk. Hát csak én, de te nem. Na szóval az AL Central úgy néz ki, hogy tovább jutott a Cleveland. Majdnem Indians mondok, de ezt az ESPN is megszívta a héten egyébként. Guardians 92-70-nel, 11 meccsel a Chiefs előtt. Az AL Westben tovább jutott a Houston Astros, nagy meglepetésre övék lett egyébként az AL bajnoki címe. Ebből a szempontból legalábbis, bocsánat, győzelmek szempontjából. 106-56-as mérleggel. Zengjenek a kukák Houston szerte. És itt, hogy mennyire ledominálták a Westet, és hogy ez mennyire nem egy East. 16 meccsel végeztek a Seattle Mariners ellen, akik ott vannak a wildcardban, 90-72-es mutatóval. Az NL pedig úgy néz ki, hogy az Atlanta Braves behúzta az NL East-et. imádom. Mert valami 175 napig volt csoport első, és a végén szevasztam azt. Igen, és söpörti őket a Braves utolsó előtti szériában. Jaj, valamelyik hatalmas nagy szakértő még így a szezon második felében így írt egy ilyet, hogy New Yorkban csak egy csapat van, és hogy csak egy csapatnak kell tartani attól, hogy nem lesz meg a divízió, és az nem a Mets. Innen is üzenem, hogy csókoltatom a kedves anyukát, remélem, hogy nem csukott. És hát a dolognak a pikantériája, közelebb húzom, amikor fontos, hogy halljatok is, pontosan az, hogy a Mets ugyanazzal a statisztikával, tehát ezzel a 101-61-en lett a második a csoportjában, mint az Atlanta Braves az első, gondolom itt ugye az egymás elleni számítanak. És a harmadik helyen tovább jutott a Philadelphia Phillies az Eastből, wildcard körben vannak a Metshez hasonlóan, 87, itt is brutális egyébként a leszakadás, 87-75-ös győzelem-vereség mutatóval 14 meccsen lemarad Braves, és mondjuk ki Braves és a Metszel szemben, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a mérlege. Az NL Centralból tovább jutott a St. Louis Cardinals, meglátjuk mi lesz a vége, egyelőre az első meccs szenvedős volt, de Puholszék tovább élnek, tovább él a remény, hogy még egy hosszú szezont fut így az utolsó évében, akár csak Molina. Ők 7 meccsel a Milwaukee előtt húzták be az NL Centralt, és maradt az NL West, ott még 2 csapatról kell beszélni. Az LA Dodgers tovább jutott, természetesen 111 győzelemmel, övék a legtöbb győzelem a ligában, 51 vereség mellett, értelemszerűen a legkevesebb vereség is az övék, és hát 22 meccsel előzték meg a második számban. A halálcsoport. A halálcsoport, igen. Ezt mi is annak tartottuk szerintem az elején, a Pekotánál. Wildcard helyen van a Padres, 89-73-mal jutottak be a postseasonbe, és én még megemlíteném a San Francisco Giants-et, mert én őket oda vártam nagyon, de hát most ennek az lett a vége, hogy 30 meccsel előzi meg őket a Dodgers, és úgy harmadikak, hogy 81-81. Úgyhogy egy 50%-os szezont hoztak 2022-ben. Úgyhogy így néz ki a rájátszásban szereplő csapatok névsora. Ugye ez már zajlik is. Igen? Én csak annyi, hogy ugye a nagy vesztes az a Milwaukee Brewers volt, akik éppen hogy csak lemaradtak a Philadelphia mögött a rájátszásról. A végén nem jött ki nekik jól a lépés, és elcseszték. Igen, egy meccs, vagy fél meccs, valahogy így, igen. 2 csapatról lesz még szó a későbbiekben, az a Philadelphia és a Mariners, még meglátjátok, hogy mit hozunk velük kapcsolatban, és hát ami a postseasont illeti, 2 meccs jelenleg megy, hogyha jól látom. Hát igen, egyik most kezdődött, igen. A másik az meg valami iszonyatos szenvedés. Bottom of 12-0-0. Szerintem ezzel várjál még, mert a végén úgyis felsoroljuk majd azt, hogy igen. Hogy állnak csak annyit akartam, hogy a Seattle játszik jelenleg a Torontóval, és a Tampa az most jelenleg a Clevelanddel, igen. Így van. Viszont akkor már, hogyha így végére értünk ennek, hogy álltak a végén a csapatok, nézzük meg a 2022-es tippeinket a szezon elejéről. Mondám, hogy végre van valami hasznod is legalább ma, de nem nincs, továbbra sincs. Annyit kérek segítségként, hogy egy statisztika oldalt nyissatok már meg a ilyen kis személyes statisztikáknak, tehát egy player statisticsnak, vagy strassnak, hogy ki hogy végzett pontosan, mert iszonyatosan durva mellélövések voltak egyébként. Nem volt gáz. X gáz volt, azt tudom. No, tehát legtöbb homerunra tippeltünk. Jó, ezt mondom, mert ezt tudom, tehát ez. Tehát legtöbb homerunra tippeltünk. B-vel mi Stantont hoztuk ki győztesnek, én 42-t adtam, neki B38-at, itt B volt közelebb az igazsághoz, Mike pedig Rizzót, akinek 33-at tippelt, ami egy meglepően jó tipp volt. Egyikünk sem tippelt Aaron Judge-ra, arra meg pláne nem, hogy itt 62 homárt fog kivágni, tehát itt mindannyian buktuk. Rizzo mennyivel zárt végül? 32. Akkor, hát Mike egy híján ezt betippeltet. Jöttök egy kajába, vagy hogy volt? Nem. Na és akkor innentől kérnék szépen segítséget. Majd legtöbb RBI, kivezette a csapatot Aaron Judge, de mennyivel? 131. Ja. Akkor itt köszönöm szépen a tapsot. Én Aaron Judge-ot 128-ra tippeltem. Hirtelen ceruza, kaparás, írás, pont 131-en. Én 128-at tippeltem, és Judge-ot. Tehát itt én voltam meglepően pontos. Meghivatjátok egymást. Igen. B. Stantont mondta 104-jel, Mike pedig Rizzót itt is 105-tel. Végül csak 30-al ragadtam le. Én azt hiszem Triple Crown-ra hoztam ki Rizzót a végén. Nem. Nem, végén meggyőztem talán magam, hogy egybe. Valószínűleg, igen, valami ilyesmi. Tehát legtöbb szerzett pont, legtöbb run. Itt kinyert. Hát, vajon ki? Nyilván, igen, mennyivel? 133. Ja. Hát itt nagyon-nagyon messze voltunk. Én DJ LeMahieu-t mondtam 92-vel. Ja, várjál, mondjuk úgy. Jó, igen. Mondod a számot, én meg mellé mondom a valóságot. Jó. DJ LeMahieu lett a harmadik 74-jel. Az egy 18 mínusz. B. Aaron Hicks 85. Várjál, le kell görgessek. 54. És Mike pedig Aaron Judge-ot hozta ki, de nagyon alálőttél, 80-at mondtál neki. Hát egy 53-mal le vagyok maradva. Hát akkor én Hicks-el közelebb vagyok. Igen, szóval Mike legalább eltalálta azt, hogy kicsoda, de még tehát mindenki nagyon messze volt a valóságtól. Na, hát itt... Áribás kajámat. Jön a kedvencem, legjobb ütőátlag. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy DJ LeMahieu fogja ezt behúzni. Average. Igen. Mindannyian fölélődtünk. Tehát mindenki fölélődtünk. Ugye Judge lett a legjobb 3-11-jel, azt hiszem? Így van. Igen. Hát Mike, te DJ-nek 3-15-öt mondtál, B, te 3-18-at, én 3-37-et. Na, gyönyörű, ehhez képest a valóság 2-61. Majdnem. Hozzáteszem, hogy Kiner-Falefa is 2-61. Ennyi. Legtöbb lopott bázis. A sima. Stolen base, igen, 22-vel Kiner-Falefa. Itt B volt a legjobb tipp, ő 17-et mondott IKF-re. Mike, te 12-t, szintén IKF. Én itt engem behúzott Hicks a csőbe, én 15-öt mondtam Hicksnek. 15-ször nem került bázisra egész szezonban. Hicks 10. Van 10. Hicks 10, Judge 16 és 22 Kiner-Falefa. Nice. Ők a top 3, és akkor még a top 4-ig kihúznám, mert 10 van Torresnek is. De figyelj, Hicksnek összejött a 8 home run, 10 stolen base szezon. Nice. Majdnem erre számított. 30-30, igen. Na, dobó statisztikák következnek. Igen, átkattintva. Legtöbb győzelem. Várjál, nem mondd még. Jelek, igen. B-vel mind a ketten Severinót mondtuk. Én 15-öt. Aha, B-t a 16-ot. Egy pillanat is legörgetek, 7-3. Negyedik holtversenyben, igen. Ittunk előtte? Vagy én nem tudom, én bíztam Szevinek, hogy egy ilyen futó szezonja lesz szerintem. Aztán lehet, hogy behűjtettelek téged is ezzel. Sérült volt. Igen. Mike, te pedig Jordan Montgomery-t mondtad 15-tel. Jó, hát itt meg elcseréltük, szóval amúgy mind a három ült volna. Rémálmaim lesznek, hogy rohadjál meg. Na most akkor mondom a top 3-at, csak hogy ezt a Montgomery dolgot elfelejtsem, mármint nem azt, hogy őt dobtam be elsőnek, hanem azt, hogy már nincs közöttünk, már mint a csapatban. Jameson Taillon lett az első 14-5-ös átlaggal. Nice. Vagy bármint mutatóval. Gerrit Cole a második. Egyébként Taillon nem gondoltuk volna szerintem. Cole-t még inkább, de Taillon nem. 13-8-al lett a második Cole. Nestor Cortes Jr., azért ezt sem gondoltuk volna, 12-4-jel a harmadik, és akkor egy holtverseny miatt mondom a negyediket is, ott Clay Holmes és Luis Severino 7-4-jel Holmes, és 7-3-val Severino. Emlékeztek, hogy itt is volt az, hogy Colt nem mondjuk, mert különben mindenhova őt mondjuk, vagy valami volt ilyesmi. K-nál meglátjuk, mert ha nincs Cole, akkor biztos volt. Ott van, de ott van. Legtöbb dobott strikeout. Ugye hát itt Cole megdöntötte a Yankees rekordot. Mennyivel zárt végül? 257. Váz! Itt én 251-et tippeltem neki. Túl teljesített. B, te is Cole-t mondtad, te 221-jel. Mike, te pedig Cortest 205-tel. Figyelj, hogyha azt nézzük, hogy első-második, akkor nem voltam távol. De ott ráéreztem valamire. Ott 163 lett ugye Cortesnek. Tehát egy durván egy 42-vel lőttem fölé. Én azt gondolom, hogy ez tűrhető kategória, főleg, hogy Cortezről egyébként... Dobott volna jobban, mert nem mondom meg a kis köcsöknek. Azt emeljük ki, Cole az MLB szinten is ő vitte a legtöbb strikeoutot. Uh-huh. Igen, én itt megelőlegeztem neki az újabb erős szezonkában. Corteznél én ezt emlékszem, hogy nagyon nem gondoltuk egyikünk se, én és úgy mondtam, hogy én bízom Cortezba azért. Hát ugye ott az volt, hogy a tavalyi szezonban, amikor a tavalyi szezon második fel, az nagyon-nagyon jó sikerült neki, és akkor amiatt ugye bíztunk benne, hogy ezt sikerül átvinni, hát egyébként maradéktalanul sikerült is. Mondom a top 6-ot, nem véletlen. Első, tehát Gerrit Cole 257, második Nestor Cortes 163, harmadik Jamison Taillon 151, tehát a második és a harmadik egyébként brutális nagy lemaradásban van Cole-ra képest, de ez is sokat mutat. Attól függetlenül, hogy jól dobott Taillon és Cortes, tehát nem gondolom azt, hogy rosszul dobtak. Legügye Cortes kettőjük közül. Negyedik Luis Severino 112-vel, ötödik Jordan Montgomery 97-tel, könyv cseppet elejtettem, Michael King pedig a hatodik, meg ugye a személyes kis kedvencem még, remélek, hogy itt marad legalább, ő 66-tal a hatodik, ez a top 6. No, legtöbb ledobott inning. Itt Mike, te fogd be a füledet majd szerintem. Itt ki volt az első? Gerrit Cole 200,2-vel. Basszus kulcs. Én Colt mondtam 198-szal. Nagyon ráéreztem erre a jó szezonjára megint, basszus. Hát B és Mike egyaránt Jordan Montgomery-t mondtátok. B 204 inning, Mike 204.2. Mennyi lett? Várj, mondd még egyszer, mind a kettő. 204 és 204.2. Akkor mondom sorba, jó, Coltól, és akkor top 5, és akkor abban Montgomery is benne van, és csak a százasok lesznek, és minden százas benne lesz. Gerrit Cole 200,2-vel az első. Második Jamison Taillon 177,1-jel. Harmadik Nestor Cortes Jr. 158,1-jel. Jordan Montgomery a negyedik 114,2-vel. Én azt gondolom, hogy ha még itt marad, akkor ez lehet, hogy 200 közel lett volna. Ebben a meccsben. Szerintem azért nem. Nem, azért annyi meccs nem volt, de egy 150 fölött lett volna. Az biztos. Na, 150 az már szerintem 160-170 körül zárt volna talán. Jó, és mennyi dobott ő St. Louisban, mennyi inningje volt? Ezt meg tudjátok nézni gyorsan. És akkor azt össze tudjuk adni. Intézem, addig mondd már között. Igen, az úgy volt. Az ötödik pedig Luis Severino 102 inninggel, és akkor utána már 30 inning lemaradásban Domingo German. 178,1-jel zárt Monti. Teljesen? 178, az akkor 63,2 volt Louisban neki. Második lett volna még így is. No, legpozitívabb és legnegatívabb. Legpozitívabbra Mike, te Mike Kinget mondtad. Azt gondolom, hát, hogy ez sérülésig abszolút jó lehetett volna. Igen, jó lehetett volna. B, te Aaron Hickset. Jó lehetett volna, ha nem B-na. Hogyha nem ő, az igen. Én Nestor Cortest vállaltam be. Azt abszolút adom. Jó. Legnegatívabbra Mike, te Chapman-t mondtad. Ez bejött, az abszolút. Béte Gályót. Hát az slam dunk, gyerekek. Igen, egész évben totális. A kajámat. Igen, azt hiszem, hogy ez totálisan bejött. Én Gleyber Torrest, és nagyon-nagyon örülök, hogy nem jött be. Hanem, hogy egy teljesen korrekt szezonja volt Torresnek. És akkor az utolsó egy bónusz volt, hogy hány strikeoutot gyűjt Joey Gallo a szezonban. Mennyivel zárt a végén, testvérünk? B fog nyerni, szerintem. Ő mondta a legtöbbet. Joey G, én majd rajta is vagyok mindjárt. B212-t mondott, én 200-at, Mike nagyon terézanya voltál, 160-nal megelégettél volna. Megkomplisztetsz? Nem nagyon vagy mellé, 163. Nem mondod? Csak. Akkor már gratulálok. Jó, de csak 351 bettje volt, tehát azért. Average-et nem tippeltünk. Mennyi volt? Még egyszer mondd, miket mondtunk. Te 160-at. Akkor nagyon közel voltál. Ezt ráéreztem Joey barátomra. De várj, ez csak a Yankees, vagy ez az egész szezonnak? Nem, ez az egész szezon. Yankees, na, gratulál, ez szép volt. Ugye, ahhoz képest, hogy tavaly 2-13 volt. Fejlődött, javult. No, és akkor még gyorsan, hogy a pekotát, ha meg tudjátok nyitni, még gyorsan azt megköszönöm. Nekem csak itt azok vannak fölírva, amiket mi tippeltünk a csoportoknak a végső állására, illetve a wildcard helyekre. Kezdjük B-vel. B már csak bosszúból, mert a Toronto Blue Jays hoztat ki az AL East győztesének. Kellett. A Chicago White Soxot a centrálnak. És ami bejött, az a Houston Astros, ugye az AL West győztesnek. 3 wildcard helyre pedig bemondtad a Tampa Bay-t, a Mariners-t és a Yankees-t. Hát itt ugye 2 stimmelt, de a sorrend az nem. És hát szerencsére a Yankees az ugye behúzta a csoportot. Hát igazából itt ugye a rájátszás szereplőket egész jól eltaláltad ugye a Weizaxon kívül. Többieket mind betippelted. Hát a sorrend az volt, ami bajos volt. Mike, Yankees bejött, White Sox nem jött be, Angels, hello. DS, hagyd el a beszélgetést. Csak mondom, nem ez volt a legnagyobb mellényúlásod majd a még. Metsz, vagy nem a Metsz, hanem a Risco. Nem. Ajaj, még az se. Pittsburgh. De majd nem, mindjárt a Chicago. Mindjárt ott tartunk, ne izgulj. A Torontót azt tökéletesen átaláltad a AL Wildcard első helyre, a Houstont hoztad be második helyre, ugye az Angels mögött, és a Tampa Bay-t a harmadikra. Mit szívtam ott, vagy mit nem? És nekem hát a Yankees az bejött, ugye én is a White Soxot mondtam, mind a hárman a Chicagót mondtuk, az AL Centralra, az ugye a bukó. Astros stím, Torontót mondtam elsőnek, és én a Bostont hoztam volna be a Tampa Bay helyett másodiknak, viszont a Marinersben bíztam, és megvolt a harmadik helyre a Seattle. Szóval itt, hát a White Soxon meg a Bostonon kívül a többit az csontra megvolt. A legtöbb találat a B-nek lett, viszont a legpontosabb az 4-ből 4, az meg nekem. Mike, ezt a Los Angeles-t, ezt nagyon... Kedd a hajadra az egész, ami nincsen. Várjatok. National League érkezik. Én, mint szakértő. Ide jössz, és elrontod az egészet. Várjál, ezt figyel. Én, mint szakértő, Braves, Cardinals, Dodgers csoport első. Csont nélkül. Büszke vagyok rá. Csont nélkül. Wildcard 1, Mets. Köszönöm. Wildcard 2, Milwaukee, basszus, és 3, San Diego. Basszus kulcs. Ennyi múlott. Jó, hát te tisztán játszod magad, hogy nem nézel NL-t, bazd meg. Aztán minden Yankees meccs után végig kattingatod az összes meccset, ami még a National League-ben megy, és jegyzetelsz, és statisztikákat írsz, és itt talán megalázom, és eljátszod azt, hogy mennyire nem értesz hozzá. Yankees csak időtöltés, de a National League azt életem. Ezt a mondatot meg fogom jegyezni, ki fogom vágni, meg fogom jegyezni. No, B megcseréltem. Kérjük, hogy látogassatok el a National League háza.blogspot.com. Igen. B-te megcserélted a Mets-t és a Braves-t, behoztad a Mets-et csoport elsőnek, a Braves-t egyes wildcardnak. Milwaukee-nak te megajándékoztad a csoport elsőséget, illetve a Dodgers az bejött. Padres 2-es helyen az bejött, és a Cardinalsnak adtad a 3-as wildcardot. Lehetne azt, hogy itt abba hagyjuk, és nem mondjatok. Most jön a lényeg, várja. Cardinals-t eltaláltad, mint csoport első. NL East-re bemondtad a Metszet, nem sokon múlt, nem lehet érte. NL West győztesnek... Adjuk meg. NL West győztesnek behoztad a Giants-et. Dodgers első wildcard, Milwaukee 2-es számú wildcard, ez még azt mondom, hogy úgy oké. És behoztad 3-as számú wildcardnak a... Tudom! Colorado Rockies. Én bíztam ebbe a story faktorba. Hogy így eltakarod ott onnan, és akkor megtártosodnak. Ja. Hát igen, hát Chris Bryant, gondolom, azt hitted, hogy majd csodát tesz. Szóval igen. Várjál, egyébként jó, hogy fölkerül sztori. Nem megy egy szar csapatból, és átmegy a másikba. Hát, igen, választani tudni kell. Igen. Fú, de rohadjál meg. Nem, igen, tehát már a Giants-nél rezgett a léz, de ezzel a Rockies-val, ezzel teljesen, tehát ez zseniális, meg az Angels is jó volt nagyon. Kimondottan emlékszem, én ugye a Colorado-t szeretem valamennyire, nem követem most, nem tudtam úgy követni, ahogy szerettem volna, de én alapvetően egy szimpatikus kis csapatnak tartom, és pontosan azért, mert nyeretlenek, és olyan, mint a Cubs volt sokáig, hogy mindenki le tudta győzni. és ez továbbra sincs más. És ez továbbra sincs más. Köszönöm, hogy ezt így kiemeled, nagyon bíztam benned. De én nagyon bíztam abban, hogy az ő cseréik, játékos húzásaik, azok bejönnek. Hát nem jöttek be. Finoman szólva se jöttek. Szóval ezeket tippeltük. Még nem tudom, Pekotát sikerült megkeresni. Itt van nálam, Pekota bácsi. Kutyaszar. Jobbak voltunk. Ugye, nem találtunk valami relevánsabb, mérvadóbb statisztikai oldalt, ami alapján ezeket... Most foglak kihúzni a pácból, Mike. Pekota az betippelte nekünk a 99 wint, az teljesen jó. Az korrekt. A Blue Jays 91-el is. Behozták. Most már nem. Behozták a Red Sox-ot a Rays elé 86 győzelemmel, a Rays 85-tel. A White Sox-ot hozták ki ők is AL Central győztesnek, és az Astros AL West 90 győzelemmel, az nem annyira jött be, viszont 88 az Angels, úgyhogy Mike szerintem Pekotától vetted. Pekota megmentett. Igen, úgyhogy a Pekotánál az AL rájátszás az úgy néz ki, hogy Yankees, White Sox és Astros, aztán pedig Blue Jays, az egyes wildcard, az Angels a kettes wildcard, és a Twins. Hát a Twins Red Soxot egy azon győzelemmel hozták, úgyhogy teljesen mellélődtek. Mondhatnál volt jó tipp. Totálisan mellélődtek, eltaláltak Yankees-t, a Blue Jays meg az Astros-t, amit szerintem még az is eltalált volna, aki soha életében nem nézett baseball. Azt mondja, hogy az NL East-nél Braves az első helyen, Mets a második helyen, az stimmel, Centralba ők is berakták a Brewers-t, és hát a Dodgers-t azt ki nem találja el. Úgyhogy itt náluk Dodgers, Brewers, Braves a csoportgyőztesek, és akkor wildcardon ők első helyre a Padres-t hozták ki, 91 győzelemmel, 89-tel a Metszet, és 86-tal a Phillies-t. Úgyhogy náluk például a 81 győzelmes Cardinals-nála nem jött be a Pekutánál. Úgyhogy itt egy Phillies-zel mentették a menthetőt. Figyelj, náluk is a Milwaukee. Én ezeknél tippelgetéseknél mindig elhangzik, hogy mit ittunk, mit szívtunk. Jövőre tényleg élni fogok valami szerrel át, akkor jobb lesz. Te is jósz majd egy olyan varázs teát, mint a Aaron Rodgers. Itt átra teát? Fú, gyerekek, ez egy nagyon nagy mellélövés. De ez megnyugtató, hogy nem csak nekünk voltak mellélövések. Vagy nekem, pontosabban. Hát ez a váratlant. Igen, abszolút. Váratlan volt a tipp is, meg váratlan volt minden, de aztán hát nem úgy hozta. No. Ayahuasca az. Én azt tudod, te is rohansz mesztelenül az erdőben, mint a VV-n. Pont azt akartam mondani, hogy a Siklósi erdő közel van hozzám, én is ott voltam valójában. Siklósi? Siklósi. Nyomtuk a Siklósi. Mi? Na, most, hogy megvolt a Pekota és a szörnyölködés, lássuk a heti, illetve az elmúlt időszakbeli érdekes statisztikákat és érdekességeket, amiket beszedett össze, és ő is kezdi. Igen, meglepő módon Aaron Judge köré ezek a statisztikák kanyarodni, de természetesen Gerrit Cole-ról is lesz szó, így kezdjük vele. Cole idén 9 hazafutást adott fel a Red Sox elleni meccseken, egy szezonon belül ez a legtöbb, amit Yankee dobó feladott a Red Sox ellen. Fogadja szívből a gratulációmat. De innen csak fölfele vezet az út, mint ahogy a statisztikák mutatni fogják, ugyanis Gerrit Cole idén adta fel a karrierje során a legtöbb hazafutást, 33-at, ez még nem az, de még ez lesz följebb neki. Nagyon jó előjel a rájátszásra. Olvastam, hogy Matt Blake nyilatkozta, hogy hát vagy Cole, vagy Cortes. kezd az első meccsen az ELDS-ben. Boone még egy Severinót is bedobott a csomagba amúgy. Igen? Ma reggel olvastam a ilyen kiss.com-on, hogy Boone nem tartja kizártnak, hogy akár Sevi is esélyt kapjon az első meccsen, de hogy még alszik rá, de nagyon valószínű, hogy Cole lesz. Én, hogyha három közül választani kéne innen Magyarországról pár ezer kilométerre odébről, akkor a kis bajszos rakétánkat választanám, ami nem egy drog neve, de Cortes. Nálam, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Bajszos rakétán, mint Áder János. Csak nem szarra még, mi? Szóval. Áder János kigyúrva, mint Chapman. Én Cole-t mondanám. Nyilván értem, hogy Cortes, de inkább legyen Cortes a második, hogy feltakarítsa a Guánót Cole után, ha esetleg úgy van. Én bízok Cole-ba, odaadnám neki még a tavalyi Betli ellenére is. Úgyse Red Sox lesz az ellenfél. Igen, most nem egy meccses wildcard lesz, szóval. Ja. Legyünk túl gyorsan Cole startján. Érted, rekordot döntött, és ilyenek vagyunk vele. Ja, nem, én bízok benne, most odaadnám neki első meccs ügyet, Cole, te vagy a workhorse. És akkor térjünk át egy kis ütő statisztikára. Ilyen kis játékosok, akiknek több olyan szezonja is volt, amely során legalább 100 sétát gyűjtöttek, egy szezonon belül. Babe Ruth 12 ilyen szezonnal, állom a lista élén. Lou Gehrig 11-el, Mickey Mantle 10-zel, és szerintem itt a hallgatók már Joe Pepitont várnák, de ő nem lesz benne ebben a statisztikában, hanem egy régi jó cimboránk kerül elő, Charlie King Kong Keller 5 legalább 100 sétát felvonultató szezonnal, aztán jön Jason Giambi 4-jel, és Aaron Judge is feliratkozott idén erre a listára, ez a második olyan szezonja volt, ahol több mint 100 sétát gyűjtött össze. Én nem tudom, mint a félnének tőle, nem? Mert a végén ez nagyon kemény volt, amit műveltek egyébként az utolsó szériákban, amikor már közel volt a rekord. Igen, és ide is kapcsolódik a következő érdekesség, a statisztika, hogy Judge 4-szer sétált a Blue Jays elleni második meccsen, a többiek egyszer sem. A legutóbbi ilyen mérkőzés a csapatnál egy ember 4-szer sétált, de a többiek egyszer sem. Kitaláljátok, mikor volt? Én még nem értem, de még tovább megyek, még DS se élt, ami már nagyon nagy szó, de 1958-ig kell visszamenni. Augusztus 12-ét írtunk, amikor is Mickey Mantle sétált 4-szer. Én azt gondolom, hogy tőle is egy kicsit tartottak annó azért. Hát elképzelhető. Benne van a pokliba. Ha már Cortes szóba került, akkor ő vele kapcsolatban is van egy nagyon jó kis statisztika. 2,44-es engedett pontátlaggal fejezte be ezt a szezont, és ez a legalacsonyabb Yankees starter era Ron Guidry csodálatos 1978-as szezonja óta. Ja, itt azon amiről azon egyébként van cikk a Yankee házablóban. És senkit nem érdekel. Itt azokat a dobókat vettük figyelembe, akik legalább 150 inninget ledobtak, nyilván 2 inninggel sokkal könnyebb ennél alacsonyabb ERA-t szállítani. Egyébként Ron Guidrynek 78-ban 1,74-es volt az engedett pontátlaga. És itt indítványoznám, hogy a következő tippelgetésben jövőre kerüljön be az ERA is, de egy ilyen tól X számmal, nyilván nem ilyen 0 és 3 között. 2 és 5 között. Igen. Nyilván nem egy ilyen hatalmas nagy tűréssel, hanem egy kis tűréssel, mondjuk ilyen, most ilyenre gondolok, hogy 2,50 és 3 között, mondjuk az is sok, 2,50 és 8 között mondjuk. Tehát ilyen tippelgetést tegyünk bele a következőbe majd. Jó, lehet. És mármint, hogy mondjuk ilyen starterokra, tehát kezdődobókra. Mert... Ja, abszolút. Cseredobókra, ne. Kezdő. És hát van még egy ilyen érdekes statisztika, hogy a legtöbbet ledobott játékos, ugye hit by pitch, a Yankees játékosok szezonjában, egy szezon tekint, na most ebben jó bejákartam, szóval a legtöbb ledobott Yankees játékos egy szezonban. Ezt a listát Don Baylor vezeti 24-jel, ez 1985-ben történt. 23-mal egy bizonyos Anthony Rizzo 2022-ből, tehát idén elég jól dobálták Rizzót is. Aztán a harmadik ismét Don Baylor 23-mal, és Jason Giambi zárja ezt a sort 22-vel 2008-ból. Nem tudom, Rizzo egy szerethető figura, miért bántják annyit? Mert mindig túl közel áll a pléthez, az belehajol a dobásokba. Ja, ez is igaz, mondjuk. Olasz, legközelebb a olasz, legtöbb hit by pitch-re is. Azt adom. Volt is neki ebből balhé az egyik meccsen amúgy, amikor nem fordult el kellőképpen, nem próbálta meg megakadályozni, hogy eltalálja őt a labda, és nem kapta meg a bázist, hanem a bíró beítélt egy sztrájkot, vagy dobóhibát, nem is tudom, mert hogy nem tett meg mindent azért, hogy elkerülje a labdát. Nem mondta, hogy nem láttam. Olyan gyors volt, nem láttam. Hát akkor a hit by pitch-el, meg Rizóval kapcsolatban még egy statisztika. 200-nál is több home run, és 200-nál is többször ledobott játékosok a karrierjük során. Ez egész MLB-t figyelembe véve. Hát Don Baylor, szerintem az előző összenetből ez nem meglepő. Az a Phillies 2-es védő, akinek nem mondjuk ki a nevét. Nem szeretjük. Chase Utley, Craig Biggio és Anthony Rizzo természetesen. És jöjjön az a statisztika, amit már rengetegszer emlegettünk az elmúlt hetekben is, de ma még úgy inkább, mert most volt nagyon aktualitása. Legtöbb hazafutás egy szezonban az American League-ben, itt egy top 3-at hozunk, a különlegessége az, hogy mind a három Yankees játékos lesz. 62-vel Aaron Judge vezeti immáron a listát, ugye ezt idén jött össze. 61-en Roger Maris a második, ami meglepő módon 1961-ben született, aztán 60-nal egy bizonyos Babe Ruth a harmadik 1927-ből, ugye a top 3 itt sem egy túl éjjel barány statisztika, mert mindent a Yankees hozzá szerencsére. Hát ezt bele kellett írni. Így van. Red Sox játékos esetleg valahol a sor végén valahol? Soha nem is volt. Hát Ortiznak biztos volt egy 40-valahány. Hagyjuk már. Móvónak volt amúgy valami nagyon durva 50-valahányas szezonja, aztán emlékszem. 98-ba talán. Következő érdekesség, azok az évek, amikor a Yankees adta az American League-ben a legtöbb hazafutást ütő, és a legtöbb strikeoutot kiosztó játékost. De az az érdekes, hogy ugye 2022, ez sem mindenki tudja, hogy az MLB-ben is, nem csak az American League-ben a legtöbb home run és strikeout is a Yankees játékosokhoz tartozik, és lesz még egy év, hogyha jól emlékszem, akkor ezt majd mindjárt mondom. Tehát az első olyan év, amikor az EL-ben nálunk volt a legtöbb hazafutás és strikeout, az 1934, Lou Gehrig 49 hazafutással, amivel egyébként vezette az MLB-t, is, és Lefty Gomez pedig 158K-val vezette az American League-et, és akkor, ha jól emlékszem, akkor 1937-ben nem csak az American League-et, hanem az MLB-t is vezettük mindkét statisztikában, az Joe DiMaggio 46 hazafutással, és megint Lefty Gomez 194K-val, és hát hosszú szünet, 2022-ig jutunk, Aaron Judge 62 home run, Gerrit Cole 257 strikeout. Nice. Következő egyben záró statisztikánk, ez egy abszolút kedvenc is. Bocsánatot kérek, Greg Vaughn volt 50-et ütött 98-ban a Padresnál, Movan 44-ig jutott az ugyanabban a szezonban a Red Sox-ban. Na szóval. Bocsi. Aaron Judge a 62-ből 32 hazafutást idegenben szerzett, és aminek a különlegessége, már ez is egy hatalmas nagy szám, de ami még úgy inkább különlegessé teszi ezt a dolgot az, hogy idén mindössze 13 olyan játékos volt, aki egész szezonban összesen ütött több mint 32 homeért. Úgyhogy zseniális ebből a szempontból is Aaron Judge. Várom azt, hogy mikor lesz Ohtani az MVP. Köpött ki. Most akkor gyors rákerestem American League single season home runok. David Ortiz 2006-ban 54. Gyenge. Kis padra való. Szteroides. Ja, ezek voltak az érdekességek és a statisztikák az elmúlt időszakból, és azt gondolom, hogy nagyon mindent számba vettünk, amit ilyen kis szempontból számba kell venni, mármint, hogy nem az enyémbe. Viszont következzenek akkor a Yankees hírek, mert ebből is akad természetesen, nem is kevés, nem is egy, úgyhogy lássuk. Hát rögtön elrontjuk az örömünket. Igen, az előző adásban Az előző adásban már említettem, Miguel Andrúhárt kivágtuk a játékos keretből, és el is köszönhettünk tőle, mert a Pittsburgh Pirates, a fan csapatunk behúzta Midit. Úgyhogy nem tudom, folytatta-e valaki a írásban, hogy a Pittsburgh Pirates és a Yankees közötti cserék játékos mozgások, de akkor még egy emberrel bővült. Igen, és vannak olyan pletykák, hogy nem ő lesz az egyetlen, aki DFA-re dobunk. Olyan hírek röppentek fel ugyanis, hogy a vezetőség elősen gondolkodott Erald és Chapman eltávolításán is. Itt is ugye erre a DFA vonatra tennénk föl, mint Anduhárt. Meglátjuk ennek mi lesz a vége. Az biztos, hogy Chapman nem a valódi önmaga, vagy lehet, hogy most már ez a valódi önmaga, és ez a pár szezon volt a kiemelkedő csúcs, ami egy extra volt tőle. Minden esetre az látszik, hogy Erald és Chapman ennyire megbízhatatlanabb. Úgyhogy számomra tovább is egy nagy csalódás ez, és ebből a szempontból pekotásféle tippelgetésben nem véletlen tettem rá. Látjuk, hogy mi lesz az ő sztoriának a vége itt a Yankeesben. Ki lesz a playoffban a closerünk egyébként? No, ez igaz? Nagyon jó kérdés. Hát vagy ő, vagy Efrosz, nem? Mert Holmesnak is vannak bajai, mármint egy sérülés bajod is. Igen, azért. Bizhatatlan. Vagy odaadjuk Chapmannek hát, a labdát? Én Chapmannek nem adnám oda. Én ezután az alapszakasz után nincs, úgy alapvetően nem lenne vele bajom, de ez, hogy nem tudja elvégezni a dolgát, és nem tudom, 4, akárhány félre. Kivéve, amikor rájön a Chapman. Nem, én ezek után a post-seasonben nem számítanék rá. Én Loázigát mondanám most így hirtelen, akiben úgy talán a leginkább megbíznék ilyen helyzetben. Igen, talán benne. Efrosz, mindig amit behúzott mentéseket, az elég kalandos volt, úgyhogy megnézikulnék, hogyha ő állna oda. Én Chapmant vinném a playoffba, még így az ALDS-be főleg, de semmiféleképp sem closerként. De nekem nagyon fura volt, hogy ilyen hírek felreppentek, tényleg szar szezonja volt, tehát ezt aláírom, de hogy azért kivágni nem vágnám ki még ezt. Tehát ki adná fel a győztes home runt a Houstonnak? Hát, igen, a bullpenünk jelenlegi állapotában gyakorlatilag bárki. Bárki, igen. Adjuk oda Weisertnek a closert. Hát mondjuk nagy sztori lenne egyébként a triplás closerből így a szezon felétől megjelenve, vagy még későbbtől megjelenve ilyen MLB szintű closert tolna a rájátszásban is. Ez kemény storyline lenne. Hát igen. És akkor maradjunk a bullpen vonalon. Mike King még júliusban sérült meg, eltört a könyöke. Akkor olyan elég rossz hírek röppentek fel vele kapcsolatban, hogy hosszú kihagyásra számíthat majd. Viszont most jó információkat kapott, ugye orvosi vizsgálaton vett részt, és kiderült, hogy a szalagok nem sérültek a könyökében, így a Tommy John műtétet megúszta. Ha minden jól megy a felépülésével, akkor már spring trainingre teljes értékű tagja lesz a csapatnak újra, úgyhogy a jövő évi szezont valószínűleg időben el tudja kezdeni. És én azt hiszem egyébként, hogy nagyon aktív a csapat körül, tehát ott van minden meccsen, nem az, hogy elutazik valahova és rehabilitálódik, hanem követi, a meccseken is kint van, tehát én ezt becsülöm, tehát hogy nem azon, hogy elvonul, és akkor én most rehabilitálni szeretnék minden áron, vagy hát nyilván minden áron kell neki, de hogy csak arra fókuszálom, a csapat továbbra is ott van. Aztán szereti, ha fáj. Szereti a fájhez. Vajon miért a kedvenc? Mi? És hát továbbra is maradunk a bullpen vonalon, ugyanis a Marinaccio sérült listára került csípcsontörés miatt. Nem is értem. Így ő egész biztosan nem léphet pályára az ALDS-ben, de én azt gondolom, hogy csípcsontöréssel már a post-season is kuka neki. Nem tört el. Csak sérült, nem tört el. Jaj, bocsánat, sérülés, igen. Sérülés. Már megelőlegezi neki. A olasz csávó akkor meg van fenyegetve, tudod. Eltörjük a sípcsontodat, ha nem dobsz rendesen. Sportban töltött 10 akárhány év után, én már a legrosszabbra gondolok. Ránézésre törés azon. És a telefonon megműtöm, de a gerincedet is. Igen, ez a főnök már jelent, hogy játszhat holnap. Ez eltört a sípcsontja. Hagyjon engem az ilyen orvosi szakzsargonnal, játszhat, vagy nem? És hogyha már ALDS roster, akkor még egyáltalán nem biztos információ, de azt rebesgetik, hogy lehet, hogy DJ LeMahieu sem fog tudni pályára lépni a Division Series-ben, neki még a lábujjában vannak gondok. Viszont úgy néz ki, hogy Matt Carpenter felépül, és ott lehet a kispadon, vagy nice. Akár ilyen csereütő, vagy akár DH-ként is akár. Nem mondjuk a Stanton lesz, de Matt Carpenter ott lehet a padon. Igen, Carpit egyre többször írják, hogy ott lesz. Carpit tisztítás. Carpit tisztítás, igen. Nem tudom, hogy az ütősorban kihiányozna most. Nyilván Judge-on kívül, de azon kívül kihiányozna. Most én LeMahieu-t bírom, meg egyik kedvenc ő is, de az idei szezonjában azért olyan sokat nem mutatott, hogy most így szívjam a fogamat. Persze nyilván védekezés. Hát ő is elég sokat volt sérült, meg állítólag sokat játszott úgy, hogy ugye az ujja, a lábujja, az fájt neki. És elképzelhető, hogy az is hozzátett, hanem túl jó ütő átlagához. Minden esetre ezek voltak olyan kis híreink, és hát megyünk tovább a farmra. Ugyanis ott is véget értek szezonok, ott is történtek dolgok. Például a kezdődobó Matt Crook rekordot állított fel a Scranton Wilkes-Barre Railriders csapatánál. Az egy szezonban kiosztott strikeoutok tekintetében, amikor is megszerezte 152. K-ját az alapszakasz utolsó vasárnapján, úgyhogy ezek a strikeoutok idén nagyon mentek a csapatnál, és két rekord is született mind a csapatnál, mind a farm rendszerben. Bravo, várunk a nagy csapatba szeretettel szerintem lassan-lassan. És kötelezőnek gondolnám, hogy a bevonuló zenéje majd az mindenképpen, amikor bejön a bullpenből, vagy ő kezd, akkor a Mobb Deep-nek a Shook One Part 2 refrénye ordítson, ain't no such thing, just halfway crooks. És maradunk Scrantonban, már ami a híreket illeti, ugyanis 83-67-tel végezett a csapat, 3 meccsel a Durham Bulls mögött lemaradva. Tekintve arra, hogy a Durham lett a bajnok, így nem akkora szégyen ez a 3 meccses lemaradás, viszont így nem jutottak be a PO-ba. Hát ugye, mint említettem, a Bulls lett a bajnok. Kosárban, de a Bulls lett a bajnok. Igen, Scranton sajnos elrontotta a végét, ott ugye az utolsó szériában még lehetett volna esélyük, hogyha Durham nagyon elrontja a végét, de hát ugye az sem jött össze, és a Scrantonnak meg becsúszott egyik középcsapat ellen egy olyan vereség, aminek nem lett volna szabad, és azzal el is dőlt tulajdonképpen, és a szezon végét azt el is engedték onnantól kezdve. Ez volt a Scranton hír. Én B tőled annyit kérnék, hogy a következőt ne azzal a mondattal kezd, amit leírtál, hanem forgasd át, mert az szörnyű. Akármennyire is a mi csapatunk, az szörnyű. Nem jutott döntőbe a Giants? Ezért bajnok lett a Patriots. Miért mondod ki? Most győztük le, hogy lett volna bajnok? Tudod, mi a hasonlóság Eli Manning meg Giselle München között? Mind a kettő elveszi Tom Brady-től a gyűrűket. Én azt hittem, hogy mindkettő szeret szopni. Hát azt nem tudom. Eli-ra ilyen csúnyákat mondani. Most indulok, azt felállítanak a betonba. Egy 2 óra múlva várlak, mire ideérsz csőgázzal. Szóval DS lelőtte a poént, AA Somerset bajnok lett. Az Eastern végre League... valaki jól mondja ki, se hiszem, figyelek, bocsánat. Somerset P bajnok lett. Ráadásul ugye ők 1-0-es hátrányba kerültek a 2 győzelemig tartó Eastern League döntőben, és aztán megnyerték a maradik 2 meccset. Az utolsó, tehát a második meccset pedig egy nagyon impresszív 15-0-ás győzelemmel, amelyen ráadásul ez egy no-hitter meccs volt, a dobók nem engedtek ütést. Randy Vasquez volt a kezdődobó, aki 8 inninget dobott le, egyetlen egy sétát engedett, kiosztott 8 kát, úgyhogy ha lehet, ha nincs az a séta, akkor a perfect game-et bevállalja. Nagyon durva, igen. És várjuk feljebb. Igen, és ami még nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy ezen a 15-0-ás meccsen Jasson Domínguez 2 hazafutást és 6 RBI-t szerzett, ráadásul ezt az egész döntő sorozatot 3 hazafutással zárta a marslakó. És 10 RBI-jal. Igen, 3 meccsen, 3 hazafutás, 10 RBI. Nagyon összekapta magát, szerintem ez az egyik legjobb sztori. A következő adásra igyekszem készülni, mondjuk Anthony Volpe, Domínguez és Austin Wells statisztikáival, talán Terázát még hozzácsapom, nem tudom, de tehát például Jasson Domínguezre emlékszem, hogy az év elején ilyen nagyon rossz számokat hozott Tampában. Rosszul kezdett, igen, de aztán nagyon összeszedte magát, és ami még fontosabb talán, hogy ugye miután fölhívták őt, ugye AA-be kb. Ugyanott folytatta, mint ahol előtte abba hagyta, és nagyon-nagyon jó szezonja volt a Somersetben. Igen, és ráadásul ezen a 15-0-ás meccsen ugye 2 home run-nal zárt, 4 ütés az állásban, 3 találat, és 2 séta is volt ezen a meccsen, szóval most így azt hozta így az év végére, amit mondtak róla, de igyekszem következő adásra egy ilyen kis statisztikai. Igen, előző adásban én elcsúsztam egy körrel, mert én azt hittem, hogy a Portland Sea Dogs ellen az a szezonzáró, vagy alapszakasszáró szériája volt a csapatnak, de közben nem, hanem az már a playoff első köre volt, és azt ugye söpörték a Portlandet a patrióták, és utána ugye az Erie ellen, ami már lement akkor első meccs, és ugye ott vereséget szenvedett a csapatunk, de az meg már a döntőnek az első meccse volt. Én azt hittem, hogy ez a playoff első kör első meccse. Szóval utólag is elnézést kérek mindenkitől, akit félrevezettem volna. Szégyed magad. Ebben hallgatták a srácok, és betipultak. Igen, és utána így lealázták szerencsétlen Eriét. Viszont a Jasson Domínguezzel kapcsolatos hírek nem fognak leállni, ugyanis október az azt jelenti, hogy elindult a kedvenc őszi ligánk, az Arizona Fall League, és ott idén a Yankees prospektek a Mesa Solar Sox csapatát erősítik majd. Egy jó ideje már a Scottsdale Scorpions-nál játszottunk, és kicsit szokni kell a szememnek a Mesa Solar Soxot. Mit csinálsz? És ugye itt mondtam, hogy érdemes lesz figyelni Jasson Domínguezre, ő is ott van Arizonában. Mellette még pár ilyen kézjátékos lement Arizonába, de ők annyira nem nagy nevek, illetve van, aki még számunkra is ismeretlen lesz szerintem. Inkább ilyen alsóbligás LOA játékosokat küldtünk most. Az 1-es védő T.J. Rumfield, 3-as védő Tyler Hardman, az ő nevükkel már azért találkoztunk, de a dobóink azok számomra nem mondanak semmit. Liam Mendez, Nelson Alvarez, Jordan Calderon és Shane McNeely utaztak le nyugatra, hogy majd figyelemmel kísérjük, hát főleg Domínguezt, hogy hogyan muzsikál. A Solar Sox jelenleg 2 győzelemmel, 3 vereséggel áll a csoport utolsó előtti helyén, de hát még rengeteg van hátra a ligából. Tyler Hardman már vágott egy homért, a marslakónak pedig van 2 ellopott bázis a 2 próbálkozásból, és 4-12 az OBP-je. Az ütés az még annyira nem megy neki, 200 alatt van az ütőátlag, de sétákat gyűjti szépen, 4-12-es OBP, az gyönyörű. Egyébként az Arizona Fall League az ilyen hagyományosan egy elég nehéz őszi liga, oda vagy a legnagyobb nevű játékosok mennek, vagy olyanok, akik mondjuk sérülés után vannak, és még kellenek az inningek dobásban, vagy az edbetek. Úgyhogy ez nem egy könnyű liga, ott azért az a 4-12-es OBP tényleg király. Még mielőtt tovább mennénk az MLB hírekre, én ide beszúrnék egy friss statisztikát MLB-hez kapcsolódik természetesen, tehát úgy hogy a hírek előtt mondom. Ugyanis még mindig tart a Tampa Bay Rays és a Cleveland Guardians meccse, már a 14. inningbe járnak, és ez az első rájátszás mérkőzés az MLB történelmében, ami pont nélküli a 13. inning végéig. Izgalmas meccs lehet. No de MLB hírek, ebből is volt természetesen több is. Ide hozzunk majd egy kis érdekes statisztikákat, de előtte B. Hát említés szinten mégis egy legendás edzőről van szó, de említjük meg, hogy a Chicago White Sox edzője Tony La Russa bejelentette a visszavonulását. A Chicago White Sox drukkerek hatalmas nagy örömért. igen. Itt neki volt valami betegség is most már végén. Igen, már elment korábban a csapattól, most bejelentette a visszavonulást, tehát nem volt egy... Tavaly bejutottak a rájátszásba, de azzal a Chicago-val szerintem bárki bejutott volna. Lásd idén. Igen. Idén, hát azért mondom, hogy nem... Tehát amikor kinevezték őt tavaly, akkor se értette senki, hogy miért. Akkor még bejutottak a rájátszásba, de szerintem idénre ez már teljesen szétesett ez az egész, de hát La Russa Athletics meg Cardinals edzőként az legenda lett, úgyhogy... Egy színes egyénisége volt a ligának, az mindenképpen kijelenthető. Igen, és hát a következő, ez egy kisebb, nagyobb csokor lesz. Két olyan csapat is bejutott a rájátszásba, akik már nagyon régen jutottak be. És kezdjük azzal a csapattal, aki konkrétan 21 éve jutott be utoljára. A Seattle Marinersről lesz szó most. És egy érdekességeket hoztunk, hogy mi történt azóta gyakorlatilag, vagy mi volt abban az évben, amikor utoljára bejutott a Mariners 2001-ben a playoffba. Hát a Fallin volt az első szám a zenei listákon Alicia Keys-től, éppen csak, hogy kijött a Shrek első része. A csapat mostani játékosa Julio Rodriguez mindössze 9 hónapos volt. Épp akkor debütált a Harry Potter és a Bölcsek köve a mozikban. Kijött az első iPod, és bármilyen hihetetlen is, Ichiro akkor még csak rookie volt. Én pedig ekkor kezdtem az általános iskolában a második osztályt így hozzávetőlegesen, így látjuk még jobban a képet, hogy ez milyen régen volt. És a másik csapat, aki hosszú idő után jutott be a rájátszásba, az a Philadelphia Phillies volt. Ők utoljára 11 év, azaz 2011-ben tudták ezt összehozni. Ekkor a listákon az első dal a Moves Like Jagger volt a Maroon 5-tól, a Phillies volt az egyetlen 100 győzelmes csapat akkor a ligában, a Moneyball éppen csak, hogy beköszöntött a mozikba, Rebecca Black, bárki is legyen, az ekkor hozta ki a Friday című dalát. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Igazi legendás zene. Király volt. Az volt a valaha legtöbb negatív reakciót kapott videó YouTube-on. Igen, és még kettő érdekesség 2011-ből. Ekkor indult el a Trónok harca első évada az HBO-n, és megszületett a Snapchat. Öregek vagyunk? Nem, a Phillies szar. Ezt így most így azért Suzanne, tehát a Mariners az nagyon durva, tényleg, hogy 21 évig nem tudták megcsinálni, pedig az a Mariners az milyen kemény volt, aztán látjuk, hogy kiküldtük. Milyen keményen kiütöttük őket az éjjelzőben, mint a szár. De igen, tehát ezek történtek azokban az években, amikor ez a két csapat utoljára megcsinálta magának a playoffot. Hát nem ma volt egyik sem. És ha már playoff. Igen, tegnap elindult a wildcard körökkel az MLB playoff, innen is mindkét középső ujjamat küldöm az MLB-nek, az MLB TV, mint blackout volt egész Európa, szóval ma már lehet nézni, sőt a Indians és a Guardians fan cimborám azt mondta, hogy tegnap már a második meccsbe is be lehetett csatlakozni élőben, az MLB TV-n az MLB úgy gondolta, hogy ne lehessen nézni a meccseket, úgyhogy szerintem, hogy akkora ilyen shitstorm áradt az MLB-re így Európa felől, hogy ilyen 2-3 óra alatt átgondolták ezt a döntést. És a wildcard körökben van egy Guardians Rays párharc, Blue Jays Mariners, egy Mets Padres és egy Cardinals Phillies. Tegnap egyébként, amire tippeltem volna, pont az ellenkezője történt. Nyert tegnap a Guardians, nyert a Mariners, nyert a Padres és nyert a Phillies, ugye két győzelemig tartanak ezek a párharcok, jelenleg ugye zajlik a Rays Guardians ott 0-0 a 15. inningben, ahogy mondta Mike, ugye ott ha a Guardians nyerne, akkor velük játszanánk az LDS-t, és a Blue Jays vezet 2-0 a Mariners ellen, úgyhogy nekik nagyon kell az a győzelem. Igen, a Teoscar Hernández vágott egy 2 pontos home runt. És szerintem tippeljünk még most gyorsan, belefér az idő, hogy ki mit vár, akár ezeknek a meccseknek a tudatában is. Nem tudom, ezektől a tippelgetésektől én nagyon félek. Nem muszáj, vagy kit vártok? Most a Tampa a Clevelandhez még annyit tegyünk hozzá, hogy 15. teteje, 0-1-es count, 1 out, első és harmadik bázis foglalt, és éppen a rész üt. Én nem tudom, én a Guardians-ben mondom. Én szerintem Ha nem is ezen a meccsen, de behúzás. Most a meccsre tippeljünk, vagy a szériára? Nem, a végeredményre. Kijut tovább. Én itt nem, de a széria végeredményre. Igen. Én itt a Guardians-t mondom, tudja, rész lesz belőle. A Mariners Blue Jays-nél meg csak azért is a Mariners-t, hogy ne a Blue Jays. Meg 21 év után meneteljenek, amíg nem találkoznak velünk. Nyugodtan. NL-be kettőt és könnyebbet. Mets Cardinals. Szerintem a vége. Mindenki fordít szerinted? Igen. Igen, szerintem az még szoros lesz, aztán majd jövő héten úgyis megkapom a magamét az ügybe, abban biztos vagyok, de szerintem én a San Diego-t szerintem legyőzi a Mets, bár nem szeretném, ne legyen igazam. A Cardinals meg csak azért is Molina, Wainwright és Pujols miatt. Én két helyen mondanék. Nem, egy helyen mondanék fordítást. Szerintem a Guardians szintén behúzza. Nem gondolnám, még akkor is, hogyha a Rays valahogy megnyerné ezt a mai meccset itt a 132. inningben valamikor, amikor végre valaki pontot szerez. Szerintem a Cleveland fog továbbjutni, és velük játszunk majd. 2 a maradék 3-ból az nekem ilyen reménybeli dolog igazából, sőt, igazából mind a 3. Egyrészt remélem, hogy a Mariners be tudja húzni a Blue Jays ellen. Nem szeretném, hogyha a Toronto jutna tovább. Másrészt remélem, hogy a Mets kiesik a picsába. Ez az első meccs. Első meccs, ez nekem akkor a lélek símogató volt, pedig a Padres se szeretem. De ez valami fantasztikus volt. És nem hozta be 3-asról a futót a Tampa, beszartok. 2 strikeouttal Henges lehozta az inninget. 15. közepe és 0-0 továbbra is. Egy szánalmas kis pont kéne a Clevelandnek. Tehát szeretném, hogyha a Mets kiesne. Húzzuk az időt, hogy nekem könnyen legyen. És hát továbbra is azt mondom, hogy a Cardinals fog tovább jutni, bár a Phillies itt a 9. inningben tegnap egész elképesztőt húzott. Ráadásul a Yankees Hungary is chaten dobtam egy olyat, hogy még a széria előtt, hogy annyira biztos voltam a St. Louisban, hogy mondtam, hogy ha a Phillies megnyeri ezt a wildcard párharcot, és tovább jut, akkor elmegyek egy kaszinóba, és felrakom egy havi fizetésemet a pirosra. Ruletten. Tehát így most... Én sem tudok egyet, ha gondolod. Tehát most ez a tétje is számomra megvan a dolognak. Hát de ha bejön, akkor az a New York utazás, ez megvan oldva. Igen. Jogos. Szóval én továbbra is tartom, hogy a Cardinals ezt meg fogja fordítani. Én kezdek a National League-gel, hogy menjen az idő. Én is Cardinals fordításra tippelek. Én egyébként az első meccsek előtt is azt mondtam volna, hogy Cardinals jut tovább. Jó, Montgomery jusson tovább. Jaj, baszki, bocsánat, Montgomery miatt is. Nem tudom megszokni, hogy a Cardinals van. Bocsánat, igen, figyelek, ne haragudj. Padres meccsre én már nem tudom, mit tippeltem volna, de az biztos, hogy azt mondtam volna, hogy Mets nyeri az első meccset. Jelen állapotban én azt mondom, hogy most DeGrom behúzza a Metsnek, de a Padres tovább jut otthon. Mind a 3 meccs ugyanott van, nem? Itt nem utaznak szerintem a wildcard körben, ha mindegyik meccs ugyanott van. A magasabb kiemeltek a... Vagyok. Akkor nagy szakértelem. Akkor azért van holnap is meccs, hanem az necces lett volna. Igen. Tovább jut. Jogos. Szóval Cardinals Padres-t mondom. Én szerintem a Blue Jays-re tippeltem volna. Így, hogy ott játszanak, szerintem megtalálja a Blue Jays. Győzött a Guardians. Oscar González homerunjával 1-0-ra nyertek, és ezzel tovább is jutottak. ALDS körben New York Yankees, Cleveland Guardians. Kivártuk. És a Guardians-re tippelek, hogy esetleg meglepetik a részt. Szerintem nagyon jó dobói vannak a Guardiansnek, és kevés ponton fogják tudni tartani a részt. A 2 meccsen szerintem elintézi a Cleveland. Az egyiket nem szorosra. Mind a 2 szoros, az egyik az szerintem extra inninges, és Azért van egy-két játékosa a Guardiansnek, aki tud home run-t ütni. Josh Naylor, José Ramirez vagy Oscar González esetleg fontos játékos ebben a szériában. Szóval igen, Guardians, én azt mondom, hogy Blue Jays, Padres és Cardinals. Nice. Hát akkor egy kérdés meg is válaszolódott ilyen kizzel kapcsolatban. Csak mondom, végre van egy tippem, ami bejött. Mit vártok egyébként? Most már így tudjuk, hogy él. Mármint szerintem 3-1-jel tovább megyünk. Ezt is írjuk akkor. Hárják felírom. Tényleg tavaly is azt nem csináltunk két a postseasonre. Mindig aktuálisan a következő szériára. Letippelhetjük végül is akkor, hogy végig. Nyilván olyan kis lesz a bajnok, de kitverünk. Ez így van. De szerintem szériáról menjünk, nem? Most a DS-eket nézzük végig szerintem. Aztán... megint csak magadról legyen szó, mi? Hát a Houston szerintem mindenki LCS-be várja bárki. Abszolút. Hát ugye az egyetlen, ami eddig tudunk biztos párharc, az a Yankees Guardians lesz az előzőek alapján. És akkor szerintem akkor nézzük meg úgy, hogy akiket mi tippeltünk tovább jutónak az előbb a wildcard körből, azok alapján nézzük meg. Kérdés, mondjunk számot is, tehát hogy ki mennyivel fog tovább jutni? Végét, szerintem. Akkor egy Yankees Guardians-t kérnék szépen. Én arra mondtam egy 3-1-et a Yankeesnek. Én szándékosan a végére hagyom magam, mert még ezért állok. Én egyetértek, DS-sel lesz egy ilyen kis továbbjutás 3-1. Valamilyen szorosabbnak érzem egyébként. Nem tudom, 3-2-t mondok. Ilyen kis? Aha, na mindezt mindenképpen az egyértelmű. Jó. Akkor következő, az pedig az EL-ből. Hát B, neked mi az? Astros Blue Jays? Én Astros 3-1-et mondok arra is. Jó. Mike, neked akkor egy Astros Mariners? 4-0 Astros. 3 győzelemig megy. 3-0, bocsánat. Én azt mondom, hogy nekem is Mariners, Mariners? Tuti? Én azt mondtam, igen, hogy szerintem ők meg remélem, hogy behúzzák, és szerintem 3-2-vel megy tovább a Houston. Ja, azt hittem. Mármint, hogy a Mariners tovább megy a Toronto ellen, és a... Világos. Jó. Mike, neked akkor mennyi volt? 3-1? 0. 3-0. B, neked volt 3-1 akkor a Toronto ellen. Igen. Jó, és akkor NLDS-eket nézzük, akkor itt volt egyszer egy... Ki az első kiemeltott? A Dodgers és... Padres ők játszanak a Mets Padres, ugye? Mets Padres győztessel. Hát arra én mondok egy Dodgers 3-2-t a Padres ellen. Én is. Neked is akkor elé. Igen, szerintem idén összejön ez a nagy... Igen, összejön ez a Dodgers-Padres, amire tavaly vártunk, és 3-2. Ha már összejön, akkor szoros is lesz. Jó, de a Dodgers Mike... tovább. Igen, szerintem is. Mike, neked pedig akkor Dodgers-Mets. Nem tudom, én ebben a Metsben akkor is bizonytalan voltam, amikor elmondtam. Egy kibaszott nagy csóker csapat. Dodger, hát... Hát. 3-2. Dodgersnek? Igen. Jó. És akkor az utolsó párharcunk, az ugye akkor mind a hárman a Cardinals-t mondtuk, tehát akkor Braves Cardinals. Én azt mondom, hogy Braves 3-1. 3-1. Én egy 3-2-t mondok az Atlantának. Mike? Én szerintem én B-vel tartok, 3-1. És legszínűleg, akkor te is Atlanta. Igen. Jó, akkor ezeket én felírtam. és Teoscar Hernández közben éppen most vágott még egy home runt a Seattle ellen, 4-0 ezzel már a Blue Jays-nek. És a negyedik inning alján járunk. Robbie Ray eddig annyira nem válik be a Seattle-ben. De Gaussman meg még nem engedett ütést. Találatot se, igen, 4 inning alatt. Nos, hát ezekkel a predikciókkal várjuk a jövő hetet. Ezekkel még egy predikciót kérhetek, ha már így szombat este vesszük föl. Holnapi London Series Packers Giants. Mire tippeltek? Ki fog nyerni? Packers, csak is Packers. A Giants meglepően jó kezdte a szezont amúgy. Mi meg nagyon, mármint hogy a Packers az meg nagyon szar győzelmeket aratott eddig, legalábbis eddig kínszenvedés volt nézni a meccseket. Én egy szoros Packers győzelmet mondanék most így. A szoros az biztos egyébként, én abban fixen biztos vagyok, de én szerintem ugyanolyan kinkes erről sem behúzzuk, mint az előző 1-2-3-at. Ja, amúgy szerintem is a Packers fog nyerni. Ki ellen játszott a Giants eddig? Chicago, Dallas ellen van a vereség. Vagy kivel kezdtünk? Mindjárt mondom. Hirtelen nem rémlik, hogy kikkel játszottunk. Addig viszont elmondanám, hogy... Caroline-nával játszottunk még. Szerintem is a Panthers volt egy, igen. Panthers, Bears, talán a Washingtonnal, azt hiszem, de most ebben már nem vagyok biztos, hogy a harmadik győzelem ellenük. Tennessee Titans, Carolina Panthers és a Chicago Bears vertétek, és a Cowboys ellen volt egy vereség. Igen, a Titans-szel kezdtük a szezont. Nem tudom, nekem ebből a Titans a meglepőtés igazából, többi az nem, úgyhogy én inkább azt gondolnám, hogy most találkoztak először egy érett csapattal. Hát szerintem is. Már Cowboys leszámítva. Ja, nem, mondjuk a Cowboys. A Cowboysnak most Prescott nélkül az van, hogy jól megy, nem? Uh-huh. Rohadjak meg, ugyanaz lesz, mint Rómóval egyébként. Hát nekünk most jön a cumi, mert Packers után Ravens, utána meg Jacksonville-ben a Jaguars ellen. Aztán egy Seattle Seahawks. Ja, nem mindegy. A Packersnek ugye volt egy komoly vereség ugye a szezonnyitón, de hát azt már megszoktuk. Bears ellen volt egy sima győzelem, és utána a Tampa Bay meg a New England ellen két nagyon-nagyon nyögvenyelős, szenvedős győzelem. Hát a Tampa Bay ellen számítani lehetett rá, hogy szoros lesz, szerintem. De nem így, hogy 14-12, baszki. Hát jó. Ugye megnézted az elmúlt szezonokat, olyan nagyon nagy győzelmünk nem volt, vagy maximum elenyésző mennyiségben. Ez a Lefleur-féle rendszer szerintem nem is arra épül. A Lefleurrel én azt gondolom, hogy sokkal brusztolósabb, sokkal kinkeseresebbek a győzelmek, de győzelmek, tehát mutatják a statisztikái is, hogy működik ez a rendszer, de ettől függetlenül én szerintem el kell szokni ezektől a nagy győzelmektől itt a Rodgers-éra végén, második felében, nem tudom meddig tart még az ő karrierjére, nem sokáig, de én szerintem ezt így el kell engedni. Nyilván van egy-két csapat, aki ellen ez működik, ugye 45-10 meg ilyenek, de általánosságban véve én azt gondolom, hogy ezeket el kell felejteni. No, szóval, ezek voltunk mi. Valakinek más egyéb valami? Senki többet harmadszor. Most nincs. Megtalálhattok minket a Spotify-on, az encore.fm-en, ugye innen kerül továbbosztásra minden nagy streaming szolgáltatóra, mint például a Google Podcastra is, vagy az Apple Podcastra is, és TS kedvencére, ami nem jut eszembe, mert... Bucketcast, igen. És egy csomó nagy streaming szolgáltató ott vagyunk, és ugye jó pár hete már visszatértünk a YouTube-ra is, ott is vissza tudtok hallgatni minket. Éppen aktuális munkakedv kérdése, de általában, vagy hát itt nem általában, de igyekszem beállítani a timecode-okat is, hogy témánként lehessen lépkedni itt. Ha minden jól megy, ti ezt vasárnap délután már halljátok, vagy akár vasárnap reggel is, így a vasárnapi ebédet főzve, vagy az elmajszolás után pihenve tudtok minket hallgatni és hangolódni a Yankees rájátszásra, hiszen az is indul, mint már beszéltük a Guardians ellen. Megtalálhattok minket blogokon is, mint például a yankeekháza.blogspot.com-on, ami DS oldala, vagy a strikeout.blog.hu-n, ami B. Van nekem is egy, de eléggé hányat a sorsa, nem tudom mikor lesz folytatása, előbb-utóbb most már kéne, ez pedig a catch.blog.hu. Ezek a felületeink természetesen ott van a New York Yankees Hungary a Facebookon, ott van a Discord szerver is, oda is menjetek nyugodtan, kommenteljetek, lájkoljatok, és a többi, és a többi, és köszönjük, hogy hétről hétre minket hallgattok, és köszönjük, hogy így tettetek ezúttal is. Stop. Köszönjük szépen a figyelmet, hajrá Yankees! And here's a drive to left. It's mighty high, it's mighty far, and good night.